Sziasztok! Két nappal a meglehetősen feszült vízöntő telihold után egy elég érdekes konfiguráció és egy érdekes állások, inkább többszámban mondom, rajzolódnak ki az égbolton. Ez most egy tanító videó lesz. Azok, akik értenek valamennyiskét az asztrológiához, remélhetőleg tudnak majd belőle profitálni. A többinek meg mézes madzag jellegű, legalábbis nagyon remélem, hogy ti is fogtok tudni egy-két mazsolát kiszemezgetni belőle. Nézzünk is rá a képletre. Rögtön mondom, hogy teljesen mindegy, hogy hol vagy, melyik helyen, most nem lényeges maga a, tehát ezek az MC, aszcendens állások abszolút nem lényegesek. Ez egyébként harmadikán, augusztus 3-án Budapesti déli 12 órás képlet, és akkor pillancsunk is bele, hogy hogy néz ki. Még egyszer mondom, most ne figyeljetek oda a tengelyekre, mert nem az lesz a lényeges. Tehát éppen ezért az IC-Plutó együttállást ide lent, ezt nem is karikáztam be, mert nem számunkra teljesen lényegtelen. Na nézzük, hogy mit tudunk már csak ránézésre is kibogarázni az állásokból. Ugye azt láthatod, hogy a retrográd Vénusz egyre közeledik, egyre inkább közeledik a fekete hold Lilithhez. Fekete hold Lilith, bátorság, becsület, tisztesség, helytállás, következetesség, tisztánlátás. Tehát egy nagyon komplex archetípusról van szó, arra a fajta becsületről, ami teljesen kiveszett az emberiségből szerintem a mai világban. Tehát Lilith, ugye Ádám első felesége, aki önként elmegy az édenkertből, mert nem hajlandó vállalni egy másodlagos szerepet, tehát teljesen tisztában van az istennő minőségével, és ehhez nem akar asszisztálni, ehhez a világkorszakhoz, azzal, hogy tulajdonképpen a nevét adja, meg a támogatását adja Jávénak és Ádámnak, sokkal inkább elmegy. De természetesen, mivel istennő minőség, megőrzi a tisztánlátását, és látja a távolból, hogy mi történik, hogy megszületik Éva, aki egy csinálmány, nem egy teremtmény, hiszen Ádám oldalborrájából alkotják meg a második asszonyt, és pontosan tudja, hogy ennek bizony nincs lelke, mert a teremtés utáni szegmensben, az idő szegmensben gondolok, akkor készül el, és hát akkor már Jáve nem lehel belé lelket, mert minek, ugye, arra gondol, hogy teljesen mindegy, lesz egy ilyen kis bábucska, akivel lehet majd bábozni, és akkor lehet azt csinálni vele, amit szeretne Ádám. És ezt nem engedheti meg, hiszen a nőiség, a feminin, mint Isten energia, Isten nő energia, nem teheti azt meg, legalábbis akkor még nem tehette meg, hogy bárkit, aki az ő hasonlatosságára lett csinálva, teremtve, létrehozva, majd csak elmúlik a taroggyulladásom. Nincs taroggyulladásom, csak egyfolytában elmegy a hangom, nagyon fura. Tehát nem engedheti ezt meg, tehát mit csinál? Visszamegy az édenkertbe, és átadja neki az almát, az alma pedig a léleknek a szimbólum. Ez egy csodálatosan szép minőség. Nagyon sokat lehetne róla beszélni, beszéltem is róla, van majd 4-5 ilyen videóm, nézzétek meg, hogyha érdekel a sztori továbbra. Tovább. Most viszont ugye a fekete hold Lilith, ami az istennő energia, tehát az énekekbe visszatérő és ott cselekvő istennő energiája, a retrográd Vénusszal találkozik egyre szorosabb konjunkcióban, tehát a kétféle hozzáállás, tehát a szeretői hozzáállás és a becsületes tisztesség hozzáállása egyesül. Szerintem ez önmagában is elég izgalmas. Aztán van itt egy jó kis négyes, tulajdonképpen együttrezgés, mert külön-külön mindegyik konjunkció, de így együtt aztán még érdekesebbek. Ugye a Transpluto Merkur, ez most már egy távolodó együttás, ez elég pontos volt a teliholdas szituációban, és a Pallas Athéné Mars szintén egy távolodó konjunkció, viszont a Merkur Pallas Athéné az viszont közeledik. Szedjük ezt szét, ugye a Transpluto a dimenziógrás, erről beszéltem az előző videóban, Merkur a normál hétköznapi kommunikáció, de egy gyerekarchetípus is. Pallas Athéné a bölcsesség, Mars pedig a harc, méghozzá ugye a kétféle harc, a Mars egyértelműen a támadó, rablóháborúk, a hódító háborúknak a minősége, Pallas Athéné viszont a honvédelem archetípusa a bölcsesség mellett, és akkor ezek, látjátok, így egymásnak adják a kilincset, tehát a Merkur ugye közülük a leggyorsabb, a Transplutót már elhagytak, közeledik a Pallashoz, ez önmagában tök jó lesz, amikor ez a konjunkció megtörténik, mert, és napokon belül megtörténik, ugye most olyan nagyjából másfél fokot halad a Merkur, egy kicsit talán most már kevesebbet, és el fogja érni gyakorlatilag 3 napon belül a Pallas Athénét, akkor ez a konjunkció, ez tényleg ez a bölcsesség itatja át a hétköznapi beszédet, ezt így lehet lefolytani. És aztán majd egy a jó
7-8 nap múlva a Merkur pedig a Marsot is be fogja érni. Ugye önmagában a Mars-Merkur konjunkciók azok azért érdekesek, mert ez az erőteljes beszéd, az erővel, akarattal telített beszéd, a negatív fényszögei pedig ugye a sebzés-sebződés a szavak által, tehát ugye ugyanaz a téma, csak visszájára van fordítva a dolog. Még mindig nagyon szoros, vagy most már újra elég szorossá kezd venni az Astrea Vesta konjunkció, az novemberig ott van, tehát magyarul ráfókuszálhatsz a karmatörésre. Aztán a Juno, a hivatalos társ és az értelemmel bíró párkapcsolatok kisbolygója vagy aszteroidája most együtt áll a sötét hold Lilithel, ez az átok magunkra vétel, ez a Lilith mitosznak a második mozdanata, ahol Lilith inkább elmegy önként az édenkertből, magára veszi a átkát, de nem megy bele méltatlan helyzetekbe. És ami még érdekessé teszi ezt a videót, az az, hogy az állás, nem a videót, a videó az érdekesnek találtok, tök jó, de igazából az állások érdekesek, az pedig az, hogy ebben a téridő pillanatban a Holdat éppen blokkolja a Szaturnusz, ezt nevezzük blokkoló együttállásnak, amikor a Hold a Szaturnusz háta mögé kerül egy képletben, de tudjuk nagyon jó, hogy a Hold a leggyorsabban halad az összes égitest közül, tehát egy pár óra múlva már meg fogja előzni a Szaturnusz, és abban a percben ez egy támogató együttállás, ezt nevezzük blokkoló együttállásnak. Na, nézzük tovább, mert amit igazából, ugye azt a címet adta neki, hogy csillagmintázatok augusztus 3-án, majd rögtön megmondom, hogy miért. És van egy komplex fényszög kép, ahol elég sok mindent tudok nektek szintén megtanítani. A Mars-Jupiter trigon, az már egy távolodó trigon ebben a komplex fényszög képben. Tulajdonképpen, ha jól emlékszem, akkor 1-én, 2-án volt tűpontos, de most is még gyakorlatilag bőven hatótávolságon belül van, hiszen alakzatot is alkotnak. A Mars-Jupiter fényszögeket nevezzük bajnok fényszögeknek, sportoló fényszögek, bajnok fényszögek. Az a fajta lehetőség, hogy én az akaratomat a végletekig felturbózom, és ezáltal bármit el tudok érni, és ezt a sportban tudjuk a leginkább látni. Ami érdekes, hogy létrejön egy olyan harmónia háromszög, aminek az apexében a nap található, méghozzá ez a szerez és az asztral közötti viszonylag szintén pontos trigon, ugye ez egy levegő trigonnak az apexe a nap, és azt láthatod, hogy a nap olyan nagyjából 11 fokon van éppen, a szerez és az asztral pedig már inkább 13-14 fokon, tehát ez egy picit tág, de mivel bepontosodik, simán elfogadjuk, akkor is elfogadjuk, hogyha, ugye sokszor elmondom, hogy az alakzatoknak az orbisza az maximum 2 fok, hogyha tengelypontok, nem sugárzó pontok vannak benne, akkor meg 1,5 fok. Viszont a napnál meg a holdnál, mivel fényadók, ez egy kicsit nagyobb orbiszt is megengedünk, ha bepontosodók a fényszögek. Márpedig itt erről van szó, tehát ezt simán elfogadjuk még harmónia háromszögnek. Aztán létrejön egy kis mozdony is, a Nap-Jupiter bepontosodó kvadrát, ez majd pár nap múlva lesz tűpontos, mert arról is azért mutatok dolgokat, és hát a szerez, ugye, az viszont egy elég pontos trigon. Na most ez a kis mozdony, ugye, egy kicsivel erőtlen, mint a rendes igazi mozdony, de ugyanúgy háromféle fényszöget kapcsol össze, egy kvadrátot, egy szextilt és egy kvinkunkszot. Tehát egyesíti magában, tehát három külön fényszög családot egyesít tulajdonképpen, a kvinkunksz egy karma fényszög, a trigon, bocsánat, a szextil és a trigon, ugye azok úgynevezett harmónia teremtő fényszögek, a szextil a kisebbik változat, és ezért kis mozdony, az lehetőségeket biztosít, a kvadrát pedig mindenféleképpen feszültség teremtő, ugye napi konfliktus helyzeteket hoz. De ahogy mondtam, ez a Nap-Jupiter kvadrát, ez egyre inkább pontosodni fog a következő napokban, viszont már energetikailag ott van. Tehát hogyan lehet lefordítani ezt a kis mozdonyt? Ugye a Nap-Jupiter felfúvalkodott energia mintázatába a szerez, a gondoskodó elv szól vele, a napszerezzel pedig konkrétan oda tudunk figyelni a táplálkozásra, a szeretteinkre, a gyerekeinkre, a szüleinkre. És létrejön egy karmikus dobogó is, nem igazán trapéz, hiszen annyira picike az oldal, azok a trapéz alakzatok, ahol az oldalfalat szemiszextilek alkotják, azok igazából dobogók, mert csak rá kell lépni, tehát egész más, ez a kicsit ez a hordószónok mintázat, hogy jó van, amikor fellépek valamire, hogy jobban lehessen engem hallani, ugye a londoni Hyde Parkban vannak ilyen hordószónokok, hogy felállok, és akkor mondom az észt, vagy osztom az észt annak, aki meg akar hallgatni, tele van vasárnaponként ilyenekkel egyébként a park,
És ez a dobogó attól karmikus, hogy a talapzata az egy karmafényszög. Méghozzá a Ceres Jupiter quincunx, és akkor erre épül rá a belvilág, ami két trigon, tehát egy nagyon nagy önbizalmat biztosít, egy hatalmas belső harmóniát biztosít ez a trapéz, miközben, ugye, ami aztán az egészet előidézi, az meg egy feszültség, egy ilyen karmikus feszültség. A tetején viszont egy kvadrátát lehet látni, hogy ez a dobogó, ez igazából, ha megnyilvánul a világban, akkor további feszültségeket fog teremteni, méghozzá ez egy változó kvadrát, a Mars és az Astrea között, Astrea karmatörés, Mars akaraterő, tehát egymásnak feszültőképpen az akaraterő és a karmatörés szándéka, és hát nem biztos, hogy nagyon sok jó sül ki belőle. Ezek tehát az alakzatok, és ami miatt ezt bemutattam, az a napnak a szerepe, mert két nappal ezelőtt abszolút nem lehetett volna ezt a fényszőképet bemutatni, hiszen akkor még túl tágak voltak az állások. Itt is egy picit tág, tehát hogyha nagyon-nagyon megnézed, akkor azt látod, hogy az asztal nagyjából 14 fokon van, a nap meg csak 11 fokon, tehát ez 3 fok különbség. És mégis kirajzolódik ugye a szextil, mert bepontosodó, ezért tudjuk elfogadni, meg a fényadóknál amúgy is nagyobb lehetőséget adunk a dolgoknak. És akkor nézzük a transzcendens égitesteket, és amikor ránéztem ezekre az állásokra, utána elkezdett érdekelni, hogy még milyen csillagok vannak, és ezért lett aztán ez a csillagmintázatok cím, mert rengeteg álló csillag állás van a jelenlegi téridő pillanatban. Még egyszer mondom, ez ugye augusztus 3-a. És akkor itt látható, ugye, hogy a napon ott van egy Gawain nevezetű aszteroida, még egyszer, sokadszor, ami lila, vagy ilyen magenta színű, azok mind aszteroidák. Az aszteroidák ugye a Mars és a Jupiter között keringenek, és a személyes karmikus szinteket mesélik el. A kék színűek azok a kentaur típusú égitestek, tehát a Plutóval egy ívásúak, tehát a Neptunuson túlkeringőek. Ezekből is rengeteg fajta féle van, mi ezt a karmaszolgában egyöntetően úgy címkézzük meg, hogy kentaurok, de azért el szoktam mondani, hogy vannak persze plutinok, tehát a Plutóval azonos rezgésben lévők, aztán vannak nagyon messze keringők, ugye a TNO-k, ezek a transzneptuniak, ezek ilyen hatalmas 2-3-4-500 éves keringési idővel rendelkeznek, stb. Ezekről rengeteget beszéltem, most itt a színkódot szeretném csak, hogyha tudnátok követni. A pirosak pedig az álló csillagok, amelyek ugye azért különlegesek, mert nem a naprendszer részei, majd erről rögtön többet is mondanék. Tehát a Gawain, mint lovag, ugye megjelenik, tehát a lovagiasság, mint erény a mai nap, azon a napon. És aztán van egy Giansár nevezetű állócsillag, egyik a kedvenceim között, a sárkánynak a lambdája, tehát egy sokadik csillag, láthatjátok, hogy 4,1-es a magnitúdója, tehát még mindig viszonylag fényes csillagról van szó, de mondom a sokadik. A Marson ott van Hybris, tehát a dőfösség, a lázadás, az igazságtalanság ellen. Nagy valószínűséggel a Mars Hybris együttás azért legalább egy hétig orbiszon belül marad, ami azt jelenti, hogy látni fogjuk azt, hogy a világ vezetői már megint teleszálltak magukba. Én ezt jó pár nappal korábban veszem föl, nem árulok zsákmamacskát, hogy mindig legalább 3-4 nappal korábban dolgozom. És a ma hajnali hír az az volt, hogy az amerikaiak rendkívül idióta és kretén. Tényleg nem tudok más mondani, tehát ennyire hülye külügyminisztere talán az amerikaiaknak még sosem volt, egyszerűen hihetetlen, hogy mennyire ostoba, és mennyire, hogy mondjam, olyanokat mond ki, hogy az ember tényleg így áll. Mondjuk nála hülyébb csak a Baerbock kisasszony, a németeknek a külügyminisztere, ezeket tényleg tojásban keltetik, azt hiszem. Tehát konkrétan valószínűleg ilyen keltetőgépekben, és akkor szórják őket a különböző helyekre, és hatalmat adnak a kezükbe. Szóval kretén azt találtam mondani, hogy a klímaváltozás ugyanazt a veszélyt jelenti az emberiségre, mint az atomháború. Hát, kedves Antony Blinken, én azért nagyon szeretném, hogyha te ezt kipróbálnád, jó? Mondjuk sem neked a Nevada sivatagba, hogy felépítünk neked valami bunkert, aztán oda csatornázzuk neked a klímaváltozást, jó? Egyrészt, utána meg oda dobunk neked egy atombombát. Nézzük meg, hogy melyiket éled túl. Mert szerintem a klímaváltozást simán túléljük, hiszen a klíma folyamatosan változott, az atomot meg nem nagyon szoktuk túlélni. Tehát hihetetlen tényleg az ostobaság. Na hát ez a Hybris. De hát itt már ezt a Hybris láthatjátok, az előszerét a Hybrisnek. És akkor még két kentaur típusú égitestet is látunk, Téreuszt és Orkuszt. Orkusz egy Plutino, tehát a Plutóval egy azonos rezgésbe tartozó, azonos keringési rezonanciába tartozó égitest, az etruszkoknak az alvilág istene,
és két dolgot uralt, az elásott kincseket és a megszegett esküket. Tíreusz pedig egy medvére vadászó kentaur, aki egyébként nem öli meg a medvéket, hanem beviszi őket a barlangjába, és megpróbálja őket megszelídíteni, tehát az ösztönszint megzabolázását milyen jó is lenne, kapcsoljuk hozzá. Ez van a Marson. A Jupiter ott van Hephaistos, az istenek Santa Kovácsa, ez már az elsőjei képletben is ott volt, viszont beírta a Jupiter a Lempót, Lempó pedig a finneknek a teremtés mítoszában szerepel. Egyébként ő egy alapvetően egy teremtés istenség, akit aztán démonizálnak a keresztény időkben, tehát nagyon érdekes archetípusról van szó, mert azt mutatja meg, hogy valamikor régen nagy voltam, én teremtettem a világot, én teremtettem mindent, de aztán egy következő világkorszakban már engem tesznek felelőssé mindenért. Tehát mindesetre érdekes. Az alma pedig, ugye a menkárt elfejtettem bepirosozni, ez is piros, bocsánat, az alma és a menkár a két álló csillag, úgy itt láthatjátok, ezekről rengeteg szó volt, mert ugye az Andromédának az alfája az alma, tehát a feminin boldogság, teremtő erőt kapcsoljuk hozzá, és a menkár, meg a kiszolgáltatottságnak a gyógyuló helye, és a menkár pedig ugye a cetnek az alfája, az pedig a tudatalattinak a felbukkanása, a tudatalattiból felbukkanó rejtett tudattartalmakkal való szembenézés. Így lehetne talán lefordítani, és végül a szerezen ott van Osiris, Demeter és Algoráb, ezek ugyanazok, mint már az elsőjei képletben is. Osiris az egyiptomieknek az alvilágistene, Demeter, ugye ugyanaz a figura, mint Szerez, csak a görög változat, tehát két anyaistennő, akik korszakteremtő istennők, hiszen a táplálkozást kapcsoljuk hozzá, és az Algoráb pedig a Hollónak a deltája, nem az alfája, bocsánat, a deltája, tehát a fekete mágia kapcsolódik hozzá. Oké, és akkor emiatt volt ez érdekes a számunkra, hiszen egy elképesztő mennyiségű csillagmintázatot látunk ebben a képletben. Itt csak azokat az égitesteket hagytam meg, amelyeknek nagyon szoros egyfokon belüli csillagállásai vannak, és aztán majd meg fogom nektek mutatni, hogy ezek hogy is néznek ki. Nem sokat, tehát nem az összeset, de megmutatok egy párat. Na most nézzük akkor meg, ugye a napot mondtam, a Holdon ott van Szadalmelek és Fómáhaut, ugyanúgy, mint a Szaturnuszon egyébként, pontosan ugyanaz, tehát a Hold-Szaturnusz konjunkción van ez a két állócsillag. Ez azért érdekes a számunkra, mert hogyha te tudsz egy pici hétköznapi mágiát, akkor érdemes ezeket az állócsillag és hold állásokat követni, a nappal is természetesen, mert a két fényadó tudja a leginkább lecsatornázni ezeknek az energiamintázatát. És mivel a holdnak a keringése 27,5 nap, tehát 27,5 nap alatt bejárja a teljes zódiákust, ha tudod egy állócsillagnak a fokát, akkor nagyon könnyű kiszámolni, hogy egy adott 27,5 napos periódusban, melyik az a nap, és persze melyik az a napszak, amikor is a hold egy vonalba kerül egy állócsillaggal, és lecsatornázza a számunkra. Most ez történik harmadikán, mert ugye a hold-szaturnusz konjunkció miatt itt a Szadalmelek is, ami a király legszerencsésebbike, és a Fómáhaut, a déli csillag, a déli hal alfája, ezek tudnak lecsatornázódni. A Fómáhaut különösen fontos a számunkra, mert mindenfelett a miszticizmust a rendelkezésünkre bocsájt, a vízöntőnek az alfája viszont szerencsét biztosít, tehát ezek azok, amik a Szaturnusz meg le is tudja ezeket egyébként stabilizálni. A Merkurum Alfantúban, ami a sárkánynak az alfája, ugye a Giansár volt a, nem is tudom, nem téta, várjatok egy kicsit, mert nem tudom ezeket fejből, lambda. Jó, ezek a görög betűk nem mindig jutnak az eszembe, bocsánat, de majd meg fogom nektek mutatni, hogy fizikailag hol helyezkedik el. A Marson ott van Coxa, ami a kis oroszlánnak a tétája, egy viszonylag fényes csillagról van szó, és az oroszlán csillagképhez kapcsolódó kis oroszlán, ez egy picike kis csillagkép, ez tulajdonképpen az istennő állatának a kölyke, hogy úgy mondjam, tehát az a fajta energia, amit ugye védeni és óvni kell, és önmagában is az egész oroszlán csillagkép az egyrészt kapcsolódik az uralkodáshoz, másrészt pedig az istennő kultuszhoz, a kis oroszlán egyértelműen az istennő kultuszhoz, és ennek a tétája a Coxa. A Jupiteren ott van Almach és Menkár, ezekről beszéltünk már az előbb, a felszállón ott van az Andromeda galaxis, a leszállón viszont az Izár, az ökörhajcsának az epszilonja, ami egy
mit tudom én, hányadik, megint csak talán a hatodik, hetedik legfényesebb csillag, és nézzétek meg, mindig 2,7-es magnitúdójuk. Aztán ezen ugye ott van Abgoráb, tehát a Delta Corvus, ez a mágia, fekete mágia minősége. A Pallas Athénén ott van Zosma, az oroszlánnak a deltája, ez az a hely, ahol a megtört minőségű uralkodásokat lehet gyógyítani, tehát a megtöretés által, az abból való felállást teszi lehetővé. Az egész oroszlán csillagkép ugye az uralkodásról is szól, ezt fontos tudni. A Junó sötéthold konjunkción pedig ott van Pollux, az ikrek bétája, a halhatatlan, de szenvedő művész alfatípusa. Ezen nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, ugyanis azt veszem észre, hogy az eredeti mezopotámiai egyiptomi koncepciót a görögök azok nagyon sokszor megfordítják. Tehát ami jó, az rossz lesz, ami rossz, az jó. Egy picit hasonlít ez ahhoz, amikor új istenek jönnek, és akkor a régieket démonizálják, de nagyon érdekes látni azt, hogy mi volt az eredeti koncepciója a kádós, meg az egyiptomi papoknak, és később azt hogyan interpretálták a görögök és a rómaiak. És itt is megfordul, hogy tehát az a lényege, ugye, hogy ha te halhatatlan vagy, akkor gyakorlatilag lehet szenvedő művész, hiszen akkor nagyon-nagyon lényeges a számodra az, hogy amit létrehozol, az mennyire maradandó, hogyha te magad maradandó leszel, mert hogy nem pusztulsz el. És a Vesztán pedig ott van Rigel, az Orionnak a bétája, ugye ez a fáraónak a lába, védelmet, tudást és tapasztalatot és erőt biztosít a népének a fáraó ezáltal, és a Rigel ez egy ilyen tanító csillag, és most a Veszta pont ott van. Illetve hát a Lilit, erről beszéltem, hogy belépett ugye arra a pontra, ahol a szupergalaktikus központ van, ez a Lilit, a Lilit mítosznak az első mozdanata, a lázadás az igazságtalanság ellen, a szupergalaktikus központ pedig a soha semmi nem elegendő dilemmáját hordozza, elég érdekes a kettő együtt. Hát látjuk, hogy egyfolytában eszkalálnak mindent. Na, nézzetek rá erre a térképre, és akkor most nagyon figyeljetek. Itt van az égi egyenlítő. És nem az égi egyenlítőre vetítjük rá a merőlegest, ugye, mint ez egy egyenlítői koordinátában mutatja az eget, ugyanis az ekliptika fölöttünk ugye ferde, hiszen a Földnek a tengelye is ferde, tehát ez azt mutatja, ez az a nézőpont, amit te látnál fönt az égen. És a következőt láthatod, itt tekereg a sárkány csillagkép, ugye az egyik úgynevezett cirkumpoláris csillagkép, tehát mindig fönt van az égbolton, és itt látható a Giansár, a túban is egyébként itt van, tehát ez az alfa csillag, ez pedig a mit mondunk, lambda, és az utolsó kanyarja, tulajdonképpen az utolsó tekervénye az égi sárkánynak. Mit csinál a sárkány mindig, minden körülmények között? Kincset őriz a barlangjában. Ez a kincs, ez mítikus kincs is lehet, valóságos kézzel fogható kincs is, és persze spirituális is, és a Giansár az utolsó tekervénye ugye a faroknak, azt is pontosan tudjuk az asztrozófiában, a farok az mindig az ösztönszintet szimbolizálja, egyébként a karmasztrógiában is. Tehát ez az ösztönszintű védekezésnek az egyik csúcshelye a Giansár. Csak érdekességképpen mondom, hogyha te 58-as generáció vagy, és valamikor a nyári hónapokban születtél, akkor hol biztos, hogy az Uránuszod ott van a Giansárral egy vonalban, és akkor ez a lényeg, ez egy vonalban állás, ugyanis a nap a büdös életben nem fog együtt állni a Giansárral, de a túbannal sem, hiszen ez egy cirkumpoláris északi csillagkép. Nézzétek meg, hatalmas távolságra van a nap, deklinációt tekintve, és éppen ezért mondjuk azt, hogy egy vonalban áll. Tehát, hogyha én ekliptikai koordinátákban ábrázolnám a számotokra ezt az egészet, akkor azt látnánk, hogy ezekkor merőleges lenne. Nem tudok jó rajzolni, és ugye nem tudok köröket lerajzolni sajnos, tehát mindig csak egyenes vonal, de remélem így is lehet érzékelni, hogy ezt tulajdonképpen itt akkor egyfajta derékszögen zárna be az ekliptika síkjával. Itt van a Hold Szaturnusz és a Stadalmelek. Először is nézzétek meg a Hold Szaturnusz konjunkció. Na, várjátok, megpróbálom ezt így még egyszer megmutatni, hogy mennyire szoros, nagyon szoros. Itt láthatjátok, tehát ez egy ilyen másfél fokon belüli. És nézzétek meg, ha a deklinációját látnánk az égen, akkor viszont egymás alatt fölött vannak, tehát a Szaturnusz ugye közelebb van az égi egyenlítőhöz, mint a Hold, tehát tulajdonképpen az együttállás az nem feltétlenül jelenti azt, hogy deklinációban, az égi egyenlítőtől való elhajlásban is együtt állnak. És akkor látható itt ugye a déli hal és a
a vízöntő csillagképek, tehát nagyon-nagyon máshol helyezkednek el. Ugye a szadalmeleg szinte rajta van az égi egyenlítőn, tehát egy ilyen, hogy fogalmazzak, az égi egyensúlyt, az isteneknek a minőségét hordozza, tehát ezt a tökéletes égi harmóniát, ezért is ugye a király legszerencsésebbike, így fordítjuk le a jelentését. A Fómál 6 viszont egy nagyon déli csillag. Ha megnézitek, akkor nagyjából 29,5 fokon van a deklinációja, ami azt jelenti, hogy még a Hold sem tudja elérni ezt a deklinációt, pedig a Hold tud, képes 28,5 fokig is elmenni az égi egyenlítőtől. Tehát magyarul nem nagyon tud ezzel sem konkrétan együtt állni, semmi, csak egy vonalban állni. A szadalmelekkel együtt tud állni, mert az égi egyenlítőn simán tud lenni bármi. És akkor nézzük meg, hogy az Androméda, ugye, amit vertexnek is mondanak, és azért nem használom a vertex szót, mert nálunk a vertex az egy számított pont, ugye az irányíthatatlan folyamatoknak, a szabad akarat hiányának a pontja, majd egyszer lehet, hogy csinálunk erről is egy videót, hogy ez micsoda, de most egyelőre koncentráljunk arra, hogy igen, néha az Androméda galaxist, azt vertexnek nevezik, egyszerűen azért, mert ez az egyetlen szabad szemmel látható galaxis, tehát amit szabad szemmel is megfigyelhetsz. Na, mindig elmondom, hogy azért ne reménykedj abban, hogy te tökéletes spirálkarokat fogsz látni szabad szemmel, hanem egy ilyen kis pamacs, tehát egy ilyen kis kötpamacs, ha jó szemed van, és nagyon szép tiszta helyen, és fényszennyezéstől mentes helyen nézed akkor. Tehát megint csak azt tudom neked mondani, hogy soha a büdös életben nem fog együtt állni az Andromédával semmi, egész egyszerűen azért nem, mert nézd meg, hogy nagyjából olyan, ugye ez egy osztás, egy 10 fok, tehát 10, 20, 30, nagyjából 41-2 fokra van az égi egyenlítőtől északra, tehát 42 fokra pedig az, tehát semmilyen bolygó nem tud annyira eltávolodni. Nem eszem, hogy ez nem is bolygó, ugye ez a felszálló holdcsomó. Tehát így néz ki, tehát amikor azt mondjuk, hogy együtt áll, ezért hibás, és nem igazából használjuk, csak az az állatövi csillagképek csillagjainál érdemes azt használni, hogy együtt áll, hanem azt használjuk, hogy egy vonalban áll, ugye ez Bernard Brady honosította meg ezt a kifejezést valamikor 2005-ben vagy 2006-ban valahogy így. És akkor itt ez tényleg már az utolsó szlájdunk, ahol megmutatom nektek még négy égitestnek az álló csillagállásait, hogy el tudjátok őket valamennyire helyezni. Nézzétek meg, a Merkur az egy vonalban van a túlbannal. Ugye itt már görbül a tér, tehát nagyon nehéz volt úgy ábrázolni, hogy tulajdonképpen mindegyiket külön kellett volna, hogy pont szemben vagyunk vele, és akkor lehetett volna látni, hogy igen, ez tényleg merőleges ugye az állatövre, a túlban, és itt most akkor a Merkurral együtt. Ugye ez a kincsőrzés, itt a Merkurral rájöhetsz arra, hogy milyen kincset őrzünk, és mik azok a kincsek, amikkel egyáltalán érdemes foglalkozni. Ugye itt van a Koksa, ami a kis oroszlánnak az egyik csillaga, és ez pedig a Marssal áll egy vonalban. A Zoszma, az oroszlán háta, ami a Pallas Athénével áll egy vonalban, tehát remélem, hogy tudjátok követni, hogy ez tényleg merőleges a ezek a vetítések merőlegesek az ekliptikára, illetve az Algoráb, ami meg egy déli féltekén lévő csillag, ugye a Hollónak az a deltája, az meg a Szerezzel áll egy vonalban. Tehát így néznek ki a csillagok. Ezért fontos azt értenetek, hogy két dolgot fontos értenetek. Egy, hogy nem a naprendszer részei, az univerzum részei. Tehát nem emberi léptékkel kell őket értelmezni, nem az emberi minőségnek a normál, hétköznapi fizikai értelmevet vetületei, hanem valami egészen más, sokkal magasabb dimenziójú értelmezést, sokkal magasabb szinteket képviselnek, világokat, dimenziókat képviselnek, ez az egyik. A másik pedig az, amivel az teljes égbolton találhatók, éppen ezért nem lehet őket lerángatni csak az állatövnek a szintjére, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy nem hozhatnak rosszat. Semmiféleképpen abban az értelemben nem, hogy égi minőségekről van szó, nem földi, beszuszakolt minőségekről, és azok az értelmezések, amelyek a tradicionális asztrológiában nagyon rossz indulatú csillagokról beszélnek, azokkal én nem nagyon tudok mit kezdeni, számomra értelmezhetetlenek, mert nincs rossz, csak rosszul felhasznált dolog. Tehát ugye nincs, igazából mindennek mindig megvan az értelme is, és még a legrosszabb dolgoknak is lehet értelmet
és minőséget keresni. Nem biztos, hogy tetszik nekünk, ez kétségtelen, tehát ezt azért rögzítsük, de ettől még nem olyan értelme vett rossz, ahogy ezt a hagyományos asztrológiában szeretnék velem elhitetni. Mindegyik állócsillag egyfajta lehetőség, a magasabb dimenzióba röpít bennünket, és ha le tudjuk ennek a csillagnak, vagy annak a csillagnak az értelmét csatornázni a földi síkra, akkor alapvetően kinyílik egy olyan világ, ami máskor nem áll a rendelkezésünkre. És ezt a leginkább a két fényadó tudja megtenni. A nap megbízhatóan 2-3 napig képes lecsatornázni egy állócsillagállást az évkörön, a hold pedig 27,5 naponként pár órára. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Szia!